Vasárnap a Makó volt a KT ellenfele a Széktói stadionban, a találkozón végül potyogtak a gólok, de lefújás pillanataiban egyik csapat sem lehetett felhőtlenül boldog. A meccs kecskeméti fölénnyel indult, igaz ez akkor is, ha negyedik minutumban Babolek tesztelt el a dányi képességeit. A meddő hazai nyomás csak lehetőségekben volt kimutatható, igazi helyzet nem alakult ki, ráadásul a vendégek kifejezetten jól kontráztak, a széleken több alkalommal is igyekeztek veszélyt okozni, ami helyenként sikerült is. A 27. percben aztán nagyot hibáztunk, saját térfelünkön adtuk el a labdát a labda kihozatal során, amivel a vendégek éltek is, az akciót Busa fejezte be góllal, aki kilőtte a hosszú alsót. Nem nagyon volt ideje ünnepelni a makójaknak, hiszen szinte a középkezdésből egyenlítettünk is, Farkas felivelésére Vradós tartolt rá, majd védője szorításában a rövid előtt ballal. Az első félidőben ezután a mezőnyharc dominált, de Tamaskó szólója bizony könnyen góllal zárulhatott volna, ha Ladányi nem véd bravúrral. A második félidőt nagyon gyengén kezdtük, rögtön egy makói lövés pattogott nem sokkal kapunk mellé, az első 20 percben egyértelműen a vendégek akarata érvényesült, csupán egy távoli Vladul lövést jegyezhettünk fel. Az 58. percben aztán idén már sokadik alkalommal aludtunk el egy pontrúgásnál, csak úgy, mint Kispesten, most sem tudtunk tisztázni egy szöglet után, majd addig pattogott lábról lábra a játékszer a kapunk közelében, míg nem egy jobboldali beadás szél találta meg középen. A gól után ismét egy Tamaskó Ladányi csata következett, ezúttal rövidet próbálta kilőni a makói balhátvéd, de erre is leért kapusunk szerencsére. A 71. percben egyenlíthettünk volna, de egy szöglet után lecsorgó labdát Urbán vágott fölé néhány méterről. A büntetés nem maradt el, a makójak ismét erőszakosak voltak a 75. percben, több párharcot megnyerve jutottak el kapunkig, majd a védelem mögé emelt labdára Busa indult be, aki ismét életerős lövéssel pókálózta ki a hosszú sarkot. Két perccel később sikerült visszahozni a reményt, Farkas megpattanó szabadrúgása ugyanis utat nyert a kapuba, ezt követően még nagyobb erőket mozgósítottunk az egyenlítésért. A 81. percben ez össze is jött, amikor sem robogott el a jobb oldalon, lapos beadása pedig Takácsot találta meg. A KTL vasárnap a PMFC vendégeként folytatja, kezdés 13:30-kor.